A kihívás napja nem volt más, mint két nap pörgés, gumifüstölés, kirincsel előre száguldás a robocsiringen. A Hell Energy magyar profi drift bajnokság jelentette a csúcspontot, de emellett a streetesek is rajtozáltak, valamint a Lada gálán összemérhették tudásukat mindazok, akik máig szerelmesek az egykori szovjet masinákba. A drifting.hu csapata ezúttal is kitett magáért. A résztvevők számával, a közönség érdeklődésével Béres Szabocs maximálisan elégedett volt. Olyan nevek is részt vesznek és próbálgatják a driftet, mint Bútor Robi vagy Jana, és ezen kívül a Magyar Profi Drift Bajnokság elitje is letett a voksát mellettünk. A legtávolabbi versenyzőnk 1750 km-ről érkezett, ők Xenikos Nassos, és ezen kívül Román Koleszár Szlovákiából is itt van és erősíti a Magyar Profi Drift Bajnokságot. Mind a nézők, mind a versenyzők nagyon kedvelik a Mária Pócsi pályát, ezért mindent meg is teszünk. Együttműködve Rabocsi Tiborral a tavaly évben módosítottuk a pályanyomvonalat, ami a drift versenyzőknek nagyon kedvez, és a többi szakág is üdvözölte ezt. Imádják egyszerűen, nem, nincs olyan rendezvény, amire ne jönnének el, esőben és napsütésben is mindig itt vannak. Sikerült a pünkösdi versenyen, a pünkösdi éveket összehasonlítva egy nézőcsúcsot elérnünk. Én azt gondolom, hogy jelen autósport világban nagyon jól sikerült teljesítenünk. Szabó Szilárd évek óta űzi ezt a Mercedest, s bár tudja, hogy kellene bele több lóerő, egyelőre várat magára a fejlesztés. A mezőnyt ő látja el gumival és tanácsokkal. Egyre többen kerestek meg a mai napon is, hogy gumiba segítsek nekik, esetleg vennek egy pár darab új gumit, hogy milyen méretet ajánlanék erre a pályára, milyen méretet ajánlanék nekik hosszabb távon, milyen típusú gumit ajánlanék. Én azt mondanám, hogy még mindig a olcsóbb kategóriát keresik, sajnos ez a 10 forint eleje, amit még úgy a pilóták kivernek dobni az ablakon idézőjelesen. A top 16-ban két külföldivel is találkozhattunk. A görög Xenikos egy igazi kuriózummal, egy turbós ladával érkezett Máriapócsra, és elmenetelt egészen a legjobb négyig. Először Kajdi Pétert múlta felül, majd következett a top 8, ahol Zalabai Zsolt várt rá, és ő sem tudta legyőzni a görögöt. Ugyanezen az ágon szerepelt a szlovák Koleszár, aki M3-as BMW-jével először Smidélius Bálinton lépett túl, majd a legjobb négy közé jutásért Temesvári Péterrel kellett megvívnia, és mindkét menetben a szlovák pilóta bizonyult jobbnak. A másik ágon Grózinger, miután könnyedén vette az első akadályt, következhetett Szántó Niki, aki már keményebb diónak számított. De a nissanos versenyzőt ezen a napon semmi és senki sem tudta megállítani, mert hogy Szántó után Szabó Szilárdot is lesöpört az aszfaltról a bajnoki cím egyik várományosa. A fináléba Grózinger és a görögöt búcsúztató Koleszár jutott, ahol az első futamban a szlovák fiú volt az üldöző, és bár tartotta a tempót, nem tudta azokat a szögeket teljesíteni, amit a magyar diktált. Ez volt a döntő, mert a második menet már kiegyenlítettebb volt, vagyis Grózinger nyert, és ezzel megőrizte a vezetést a bajnokságban. Igazából rossz élményem nem nagyon szokott lenni versenyen, minden, ilyen, mint ez is ilyen technikai sportban ugye szokott lenni olyan dolog, ami kevésbé tetszik, valami jobban. Igazából az nem tetszett, hogy Szilárdra nem tudtunk rendesen megküzdeni, mert én sajnos másodikba váltottam negyedik helyet, ezáltal kibutultam, de ő meg a következő csatában sajnos technikai probléma miatt kiesett, tehát igazából ott egy döntetlen csata még fent áll, de majd szerintem Szilárdra ezt megoldjuk közeljövőben. A bajnokság augusztus végén folytatódik szintén a Rabócsi ringen, amely egyben a Drift All Stars European Series következő állomása lesz.